A könyvtárra átalakított épületben díjazták a hajléktalanokat segítő szolgálat két munkatársát, a szociális ágazatban is tevékenykedő alpolgármester ötlete alapján ugyanis új kezdeményezés indult. Nyáron indítottam egy kezdeményezést, melynek az volt a célja, hogy a szociális intézményekben dolgozó szakembereket díjazzuk. Szimbolikus jellegű mindez, de én bízom benne, hogy sokkal többet jelent az ott dolgozók számára, de egy formája annak, hogy megbecsüljük a szakmai munkatársainkat, és nagyon sokáig számítunk még az ő szakmai munkájukra az intézményeinkben. Legutóbb az ESZ-ben kaptak elismerést a dolgozók, akiket a vezetőség ajánlott, így történt ez a hajléktalanokat segítő szolgálatnál is. Meglepett ez a kezdeményezés, de egyébként nagyon örülünk neki. Azt gondolom, hogy ebben az ágazatban, vagy ebben a szakmában, pláne itt a hajléktalanellátás területén minden olyan kezdeményezés jó, és jól eső a kollégák részére, ami valamilyen szinten az ő mindennapi munkájukat ismeri el. A kiválasztás az mindig úgy történik, hogy egyrészt a lakók visszajelzései, a mindennapi munka, van tapasztaltak, illetve az itt a hajléktalanellátás keretében eltöltött évek alapján szeretnénk először azokat az embereket ebben az elismerésben részesíteni, vagy ehhez az elismeréshez őket javasoljuk, akik már több éve dolgoznak az intézményben. Jelen esetben a két díjazottunk közül Melókatinka több mint 17 éve, és Honlét István is több mint 11 éve dolgozik az intézmény keretei között. Karácsonykor angyalaink segítségével az ünnepi menüben tudtunk kicsit mi is segíteni az itt élőknek, akiknek a kiszolgálásához és ellátásához nélkülözhetetlenek az őket ellátó, elhivatott kollégák. A hajléktalanok otthonában dolgozom 17. éve, 40 ellátottal és az ő szociális ügyintézésükkel és a szabadidő eltöltésével foglalkozom. Nagyon jó, hogyha jó mederben folynak a mindennapok, és hogyha nincsen kiugró dolog a munkavégzésben, mert így tudjuk, hogy jó munkát végzünk, de jól esik egyértelműen, hogyha ilyen jellegű ajándékokkal is és dicsérettel meglepnek minket. Az elismerést köszönöm még egyszer is, és meg is lepődtem egy kicsit, de nagyon jól esik. A másik kérdésre a válaszom, hogy én Lazaret utcában vagyok, ott is van egy ilyen kihelyezett része a hajléktalanokat segítő szolgálatnak, gondnok vagyok, tehát inkább ilyen műszaki dolgokkal foglalkozom, de ha időm meg úgy történik, akkor beszoktam segíteni úgymond a szociális munkába is. Szereti ezt a munkát egyébként? Hát igen, most már 11,5 évet csinálom, és nekem bejött, tehát szeretem, igen. A szociális ágazatban dolgozók az önkormányzat kis ajándékcsomagját, oklevelet és dicsérő szavakat kaptak.